Így leplezték le az Óbuda University Racing Team versenyautóját a Sóstói stadionban, mely a Tukán Bece nevet kapta. Több éven keresztül egy 57 fős hallgatói csapat dolgozott a versenyautón. Hatalmas fejlődésen ment keresztül a csapatunk. Az Óbuda University Racing Team 2019-ben jött létre azzal a céllal, hogy az egyetem különböző karain tanuló hallgatók versenyautókat építsenek. A most bemutatott Tukán már a második teljesen saját fejlesztésű versenyautója a csapatnak. Itt mindent az alapoktól kezdtünk el a nulláról. A váz az sokkal ergonomikusabb, a pilótának kényelmesebb, nagyobb, tágasabb. A hajtás az eltérő az előzőhöz képest, mivel nem egy Suzuki GSX-R 600-as négyhengeres motort alkalmaztunk, hanem a Sanjin motorfejlesztői csapat által elkészített egyhengeres turbómotort. Az autó gyártási folyamatai még 2022-ben kezdődtek el, egy a 2019-hez képest újjászervezett csapat irányításával. Elsőként a futóművet és az autó vázát tervezték meg a hallgatók. 5 év alatt igazán ez az állat gyakorlatilag valóságává. Az autó bemutatásakor az Óbudai Egyetem rektora a saját fejlesztésű jármű presztízsértékét hangsúlyozta. Ahogy Kovács Levente fogalmazott, a gyakorlatorientált oktatás egyik eredményét mutatták be az egyetem hallgatói szerdán Fehérváron. A második saját fejlesztésű versenyautó egyben azt is mutatja, milyen erő és tudásvágy rejlik az egyetem hallgatóiban. Ez az egyetem számára is egy óriási presztízsérték, és valahol azt mondom a saját magunk erejét és brandjét is mutatja. Másik oldalról pedig értelemszerűen azt a lehetőséget, amit a többi hallgató számára is tudunk promotálni, hogy lám, hogyha az Óbuda Egyetemen tanul valaki, akkor végül is ilyen jellegű, nagyon szép projektekben egyébként tud részt venni és kamatoztatni a tudását. A versenyautóval a hallgatók a nyár folyamán több versenyen is részt vesznek majd. Elsőként egy zalaegerszegi versenyre viszik majd a Tukánt, ezt követően augusztusban pedig nemzetközi versenyen is debütál majd az új fejlesztésű versenyautó.